A minap egy nagyon érdekes könyv került a kezembe a címét, szándékosan nem mondom el, és hidd el, mindjárt te is rá fogsz jönni, hogy miért. Olvasom a leírását. A tőke jelenleg az élet minden területét kannibalizálja. Jól indul, felfalja a természetet, működése elemészti az egyenlőség és az igazságosság alapelveibe vetett utolsó reményünket. Vesző. Na, itt most álljunk meg egy pillanatra. Tehát a szerző szerint a kapitalizmus az, ami felemészti az egyenlőség és az igazságosság alapelveibe vetett utolsó reményt. Na most, az egyenlőséget én azt... Úgy kezelem, mint amikor az emberek egyenlő lehetőségekkel rendelkeznek, vagy egyenlő lehetőségekkel indulnak az életben, de szerintem a szerző itt egyformaságra gondol, mert az meg egy teljesen másik kérdés. Olvasom tovább, és a, amikor rájutok arra a pontra, amikor már robbanok, akkor elkezdem kifejteni, hogy pontosan mire is gondolok, és hogy miért akarok erről most beszélni. Tehát szépen lassan elfogyasztja az egymásról való gondoskodás képességét, és kizsigereli a politika gyakorlatát hadd találjam ki, az egyetlen megoldás a kommunizmus. Folytatom. Nancy Fraser feltérképezi a tőke két vágyát, válságpontról válságpontra követve azt, az ökológiai pusztulástól a demokrácia összeomlásáig, az etnikai erőszaktól a gondoskodó munka leértékeléséig. Az a baj, az ilyen, az ilyen, uh, igyekszem egy olyan uh, Algoritmus barát kifejezést találni, ami miatt nem tiltanak. De az ilyen zagyvasság, az ilyen katyvaszok miatt hiszik azt az emberek, hogy a kapitalizmus az valami ördögi dolog, és az egyetlen megoldás az a kommunizmus, ami hát lehet, hogy rosszul vitelezték ki, de az elfben ugye jól működött van. Nem működik jól, elfben sem működött jól, mert ugye minden egyes generáció, aki kipróbálta a kommunizmust, meg ezt, a, ez az utópisztikus, egymásról gondoskodó, egyenlő társadalmat, az azt mondta, hogy lehet, hogy az elődeinknek nem sikerült, de majd most nekünk fog. Ugye itt egyenlőségről és igazságosság alapelveiről beszélt. Jelenleg a kapitalista rendszer úgy működik, és szerintem nem kell senkinek sem bemutatnom, hogy ha te több energiát teszel bele, akkor képes vagy, jelenleg képes vagy előrébb jutni és többet keresni. Itt most nem arról beszélek, hogyha beülsz a gyárba és 10 grafit szerúza helyett 30-at csinálsz meg, és akkor több pénzt kapsz, mert nem, ez nem így működik, nem ez a kapitalizmus. De, hogyha te alapítasz egy céget, van egy ötleted bármi egy autómosod, bármi, ahol több munkát végzel el, mint a konkurensed, aki kevesebbet, akkor te többet fogsz keresni. Menjünk még tovább, még tovább lehetne ebbe menni. Hogyha egyenlőséget teremtünk, ugyebár mindenki egyenlő javakat kap. Itt van például az én telefonom, erről olvasom most. Tételezzük föl, hogy én azt a telefon tönkre teszem, elejtem, nem becsültem, meg nem vigyázok rá. Akkor én most igényelhetek egy újat, ha viszont kapok egy újat, azzal én több javat kaptam, eszközt, mint az én versenytársaim, vagy baráta, elvtársaim, bocsánat, így helyes, viszont ha nem kapom meg, akkor egyenlőtlen leszek velük szemben. De ha még tovább megyünk, ezt a telefont, ezt amúgy, ami egy pixel, ezt a telefont, ezt el kellene valakinek készítenie. Hogyha mindenki egyenlő, akkor mivel veszem rá a Google-t, hogy gyárakat létesítsen, és pixel csináljon nekem. De most úgy az a baj, hogy én ezen tényleg ugye el szoktam gondolkodni, hogy akkor ami, azok az emberek, akik ezt leírják, ők ezt hogyan képzelik el. Mert én azt gondolom, hogy ha egyenlőséget akarunk, és tényleg egyenlőséget akarunk teremteni, akkor ugye mindenkit egyformán jutalmazunk meg. Nem kereshet senki többet, kevesebbet. Mert ugye mindenki igényei szerint részesül a javakból, és képességei szerint járul hozzá. Ezt mondják a haladó értelmiségiek legalábbis. Meg a Goya alak sorában erről értekeznek pillanatiszon. Azért gondoljunk már ebbe bele logikusan. Hogyan veszem én rá a másikat arra, hogy elvégezze a munkáját? Ha nekem nadrágra van szükségem, mert most éppen nincsen rajtam, mert hőség van, és te meg úgy sem látod, de nekem kellene egy, akkor mivel veszi rá az állam arra a, az egyént, hogy elkészítse a nadrágot? Ha ő nem kap több pénzt azért, hogy nadrágokat készít, akkor csak úgy lehet, hogy hogyha kényszerítik rá. De az meg már rabszolgaság, sőt, diktatúra, nem diktatúra, sőt, rabszolgaság. Mert máshogy nem tudod rávenni. Mert, de hogyha ő ugyanannyi pénzt kap azért, ha ugyanannyi pénzt kap azért, hogy egyenlő legyen, mint a társai, ha most ő úgy dönt, hogy nem megy be dolgozni, akkor elveszed tőle a pénzt, kevesebbet adsz neki, kevesebb fejadag ételt kap. Mert hogyha igen, akkor már megszűnik az egyenlőség. De hogyha kényszeríted, hogy menjen dolgozni, akkor megszűnik a demokrácia, sőt, diktatúra lesz, már-már rabszolgaság. Meg, az a baj, hogy és akkor itt a következő sorban leírja azt, már is mondom, hogy akkor a megszűnik az öngondoskodásról pillanat, olvasom, a, az egymásról való gondoskodás képességét megszűn, felszámolja a kapitalizmus. Ez egy olyan, olyan, megint egy olyan frázis, amit nem is szabad érdemben kezelni, mert azért írják le ezt, mert ezzel, ezzel a jó emberkedéssel, ezzel tudják megfogni a csillogó szemű fiatalokat, akik azt mondják, hogy de hát ennek az elve annyira csodálatos, hát kivitelezhetetlen, de meg kellene próbálnunk talán most másképp, most majd biztos sikerül, aha, kurvára. És az a kritika éri gyakran a, a kapitalizmus kritikus kritikusokat, lásd engem, hogy jó, de nem, nem kell rögtön kommunizmust kiáltani, attól, hogy egy egyenlő társadalmat akarunk, ahol mindenki kényszeresen dolgozik, senki nem birtokol semmit, és mindenki annyit kap, amennyit az állam megszab neki, az még nem kommunizmus, de ez a kommunizmus. Tehát konkrétan erről beszél, mert érteni, átkeretezhetjük ezt akárhogy, átírhatjuk akárhová de ez vezet a kommunizmushoz, és akkor lehet, hogy most akkor úgy akarják megpróbálni, hogy nem kommunizmusnak hívják. Tehát ugyanúgy lesz, mint eddig, tehát régen mindenki megpróbálta a kommunizmust, mert hogy, hogy próbáljuk ki, majd most nekünk majd sikerülni fog, vezessük be, nem működött tömegsírok, éjhalál, mert ugye, ahogy Kurz mondta, az, é, a, az, étel az a kommunizmus achilles sark, az mindig azt fogja el legelőször valamiért. Nem is értem, amikor egy olyan ország, vagy egy olyan, olyan univerzum, ahol senki nem akar dolgozni, mert nem kap érte anyagi javakat, hanem rá van kényszerítve, és mindenki megkapja elvileg elvben a juttatásokat, amiket ő igényel ott, hogyan tud elfogyni az étel? Nem is értem. De ugye menjünk, de menjünk még tovább, még mélyebbre, mert hogyha ugye szükség van, akik ilyeneket írnak, azok én gyanítom, hogy nem, nem bányászok, vagy, vagy villamosmérnökök, én inkább mennék a szociológia-filozófia irányába, vagy a, a filozófia tanszéken keresném a, a szerzőjét ennek a, ennek a remek műnek. Amit amúgy zárójában 4200 forintért vesztegetnek. 4200, aki, hogyha egy boltban árulják, tehát hogyha ez a, ez a szerző, ez ennyire kapitalizmus kritikus, akkor miért nem adja ingyen a rohadt könyvét? Beszarok komolyan. 4200 forint, mindegy. Menjünk tovább. Ugye, vannak munkák, amelyek nem egyenlőek. Tehát egy orvos, az ha tetszik, hanem nem ugyanazt a munkát végzi, mint egy autómosó. És Más felelősség nyugszik a vállán. Neki akkor több pénzt adsz, érted? De hogyha többet adsz neki, a másiknak meg kevesebbet, akkor hol van az egyenlőség? Vagy, vagy ha nincs is pénz, mert ugye ez is kapitalizmus, akkor neki több fejadagot kapsz, vagy ő jobban élhet. hogy Hogy alapvetően a kapitalizmus az az emberi természettel egyetemben párhuzamosan működik, mert a az valljuk be, az ember kabzsi, tehát nem vagyunk tökéletesek, kabzsik vagyunk, mindenki többet akar, valaki még dolgozni is képes érte, mínusz a kommunista, mert az inkább el akarja venni, és akkor fogják, és akkor az autósze, autó, autómosó dolgozója lacika meg kevesebbet kap. De a, a házi orvos, ő meg többet. Na de akkor nézzük már meg, hogyha házi orvos és házi orvos között, vagy akár nem is házi orvos, csak simán orvos között és orvos között különbségeket teszünk, hogyha egy szívsebész is ugyanannyi pénzt kap, mint egy, nem tudom, házi orvos, maradjunk ennél a példánál, akkor mivel motiváljuk ezeket az embereket, hogy egy nehezebb, körülményesebb szakmát válasszanak? Tehát érted, mit akarok mondani? Vagy hogyha egy bányász, ugye a bányász az alapvetően egy nehéz fizikai munka, vagy kukás, bármilyen, ami nehéz, ahol, ahol a feministák nem akarnak női kvótát, bármilyen ilyen munkáról beszélünk. Na most magyaráz már el nekem abban a világban, ahol egyenlőség van, egyenlőség, egyformaság, ott mivel veszed rá az embereket arra, hogy válasszanak olyan szakmát, amivel, ami mondjuk sokkal nehezebb, sokkal több kihívással jár, csak nem kényszeríted őket, mert ha meg kényszeríted, akkor hol van ebben az egyenlőség. És az ilyen, ilyen nem, nem is tudom, minek nevezem ezeket a bölcsészkarszökevényeket, ezek le, képesek leírni azt, hogy hogy az igazságosság, tehát az az igazságosság, amikor, amikor te konkrétan ugyanazt adod mindenkinek, független attól, hogy mihez jutnak, de jelenleg egy kapitalista világban neked lehetőséged van, igen, így van, nagyon nehéz, nem egyszerű, de választani lehet, hogy akkor most lehetőséged van nehezen is, de vállalkozni, valamit kitalálni, valami jobbat, valami újat, és most csúnyát fogok mondani, de lehet, hogy nem mindenki hivatott arra, hogy valamit feltaláljon, valaki arra hivatott, hogy egy fix, stabil munkahelye legyen, amiből képes megélni, de ezt is a kapitalizmus teszi lehetővé. Vagy van egy olyan világ, ahol te közvetlenül ki vagy rendelve felé hogy te már pedig ezt és ezt kell, hogy csináld. Mert, mert az, amit ebben a könyvben leírnak, az e felé tendál. Tehát más megoldás nincs, mert ugye te, ha vállalkozó vagy, benne van, hogy te vállalkozol, ergo kockáztatsz. Én értem azt, tehát egy gyári munkásnak, hogyha megszűnik a munkahelye, akkor a gyári munkás átmegy egy másik gyárba. Tehát minimális a kockázat. Ha viszont, ha viszont egy gyártulajdonosnak szűnik meg a gyára, és most nem egy ilyen, ilyen milliárdosról beszélünk, van vagy 69 gyára, és nem tudom, miért ezt a számot mondtam, de hogyha ilyenről beszélünk, ez a másik kérdés. De most egy olyan emberről beszélünk, egy-két gyára van, egy kis gyár, vagy egy, egy vegyes bolt, amit hitelre nyitott, áruhi, vagy mi ez, vállalkozói hitelre ő óriási kockázatot vállal ezzel, mert attól, hogy te átmész egy másik munkahelyre dolgozni, és becsődött a bolt neki, még ugyanúgy kell fizetnie a hitelt, ugyanúgy vissza kell adni azt a pénzt, amit, amit ő felhalmozott, hogy ezt megnyissa. Tehát azt akarom mondani, hogy ha. Ugye ott tartunk, hogy ez a mindig, mindig valahogy oda, oda a ki, vagy azzal kezdődik, hogy vegyük el a gazdagok pénzét, nem ez így csúnya, ilyet nem mondunk, Vessünk ki magasabb adókat az indokolatlanul magas jövedelemmel rendelkező állampolgárokra. Ez így helyes, így oktatják, hogy hogy adóztassuk meg jobban azokat, akiknek a szükségesnél több pénzük van. Mert ugye én majd az egyetemből, meg a, a kis irodámból eldöntöm, hogy neki mire van szüksége. És nyilván van az, ami indokolatlan vagyon, de miért az egyik ember dönti el, hogy a másiknak mi az indokolatlan, én csak ezt nem bírom megérteni. Na de, ott tartunk, hogy elkobol demokratikusan átcsoportosítottuk a gazdagok magánvagyonát, Oké, okay. de mivel fogjuk motiválni ezeket a vállalkozókat, hogyha ők nem kereshetnek pénzt, meg elvettük a pénzüket, hogy kockázatot vállalva vállalkozzanak és munkahelyeket teremtsenek? Na most nagyon egyszerű, ilyenkor, ugye, könyvben is hasonlókat írnak, az állam kell, hogy szerepet vállaljon, és az állam majd működtesse ezeket a gyárakat. És akkor legyen, tehát legyen minden állami kézben a, a, munkahelyek is, mert ugye az milyen jól fog akkor működni, hiszen nem lesz akkor egy egyéni gazdája, nem lesz, nem lesz, egyenlőtlenség a társadalomban. És ilyenkor felrobban az agyam, mert ezek leírják a nettó kommunizmust, így, így leírják a kommunizmusnak, fellapozol a kézi szótalat, és ott van a kommunizmus különböző pontjai, és amikor azt mondja, te ember, te, te nettó kommunizmust akarsz, nem, ez, ez, lehet, hogy minden pontjában megvalósul benned, de ez, ez, ne, ez, egy gyönyörű, szép, csodálatos eszme, ahol mindenki egyenlő. És amikor mindenki egyenlő, tehát azt felejtik, hogy ezzel mindenkit egyformává tesznek. És menjünk, menjünk most még, még, még mélyebbre, mert az ilyen nagyon felhúz. Mi van azokkal, mi van az énekesekkel, zenészekkel, művészekkel? Ők most, aki, aki mondjuk művész és egy énekes így járul hozzá a társadalomhoz, neki van egy, egy fantasztikusan jó hang, egy vele adottság. Ez már, ez már rögtön egyenlőtlenséget szül. Tehát ez már abszolút egyenlőtlenséget szül. Sőt, menjünk tovább, ugye mindig, amikor erről beszélünk, akkor a jelenlegi világban képzeljük el ezt, hogy ez majd bevezetés, bevezetődik, tudod. Na de hogyha tovább megyünk, és elképzeljük azt, hogy jön egy utánunk lévő generáció, és a mi gyerekeink, és az ő gyerekeik, és az dédunokáink, stb., hogyha levezetjük azt, hogy egy ilyen világban kellene élniük, ahol azt szokják meg, hogy bármit is tesznek, ugyanannyi jövedelmet, ugyanannyi juttatást kapnak, akkor felmerül a kérdés, hogy ezek az emberek vajon a jövő generációja mivel lesznek motiválva arra, hogy bármit is tegyenek. Mert hogyha nincsen motiváció arra, hogy bármit tegyen, akkor képzeljük el azért azt a társadalmat, amelyik, amelyik egész nap csak igazából mint egy biorobot bejár a, a gyárba, a munkahelyére, most virágkötészet vagy, vagy kábelkorbácsokat dugdos össze az autógyárban, tök mindegy, elvégzi ezeket a feladatait, de hogy ugye az a generáció, amelyik nincs motiválva és nincs semmilyen kilátása, az vajon milyen formában akar majd, milyen formában tudja előre mozdítani a társadalmat? És amikor itt a végén azt írja, és ez csak a leírás, a végén azt írja, hogy, hogy az ökológiai pusztulástól a demokrácia összeomlásáig. Tehát itt, itt azért ökológiai pusztulásról beszél, és demokrácia összeomlásáig. a kérdem én, tehát az a generáció, ahol. Tehát amelyik úgy éli az életét, hogy minden az állam kezében van, minden, mert az állam ott is egy hatalom, minden az állam kezében van, és igazából gyakorlatilag semmilyen lehetősége nincsen arra, hogy előre törjön, mert hogyha ő előre tör, már megszűnik ez a fene nagy egyenlőség, akkor ott hogyan marad életben a demokrácia? Tehát olyan szavakat használnak, amelyek, a, tehát amelyek kizárják egymást. Tehát maga az a rendszer, amit ezek fel akarnak építeni, akik ebben a könyvben értekeznek, az kizárja azt, amit benne leírnak. Tehát nem kompatibilis. Ez olyan, mintha úgy akarnék úszóverseny nyerni, hogy közben száraz maradok. Érted? Tehát ez, ez hülye példa, értem, de hogy ez máshogy nem tudom kifejezni ezt. És ez, ez, a videó, amit te most látsz, ez igazából úgy született meg, hogy a libriben ben sétálgattam, és a kezem ügyébe került ez a könyv, és beleolvastam, mondom, te jóságos ég, ez tényleg, és nézem itt, hogy lefotóztam, én 4200 forint, ezt pénzért adják ezt a könyvet. Érted? pénzért adják azt a könyvet, amiben azt kritizálják, hogy a kapitalista világ, kapitalista világ az, az milyen egy szörnyűséges dolog. Hát, és, és akkor azzal, hogy beszüntetnék a, a, társadalmi egyenlőtlenségeket, azáltal, hogy mindenkit egyformává tennének, ezzel mentenék meg a demokráciát. Azért vagyok ebbe ennyire belehergelődve, mert utálom a hülyeséget. Utálom, amikor valaki hülyeséget beszél, ír, és amikor ráadásul ez... És, és ebből azt fáj a legjobban, bevallom őszintén, hogy ezért a hülyeségre az emberek pénzt adnak nem sajnálom én, mert legyen az övék, hogyha valaki ezt el tudja adni, ugye a kapitalist, egy, ko, egy kommunista vagy anarchista, anarchoszindikalista világban ezt nem tudná pénzét tenni, mert senkinek nem lenne rá pénze, hogy megvegye, mert éppen valószínűleg az utolsó falat kenyeret venné meg belőle, ami maradt a boltban, mert már azt is szétkapkodták, de ebben a világban lehetősége van neki az, hogy ezt, ezeket a, gondol, a gondolatait pénzét tegye. És azért Azért azt nézzük már meg, hogy, hogy, hogy működne ott az étel, mert hogyha én nagy darab vagyok, és én többet eszem, vagy ahogy Emiliával rendszeresen egy 1,89 magas vagyok, akkor, akkor nekem több kalóriára van szükség, nekem egy nagy pizza kell, de neked meg csak egy kicsi jár. Hol egyenlő az, hogy te kevesebbet kapsz, én meg többet? Vagy hogyha mindenki szükségletei szerint részesül, ki dönti el, hogy kinek mi a szükséglete? Egy felső hatalom, vagy te magad egyénleg? Ha egyénleg, akkor megint csak képbe jön a kapzsiság. Tehát full nonsense az egész, és megint csak van egy ilyen videó, most itt azt nézed, hogy én régyelek az, hogy más hülyeséget ér, be is fejezem, mert mondom, nem, nem vagyok dühös, nem robban fel az agyam, csak az ilyen, ilyen, ilyen torz gondolatok miatt néha elgondolkodom azon, hogy, hogy ezek az emberek mit élnek át? Tehát, hogy mi, mi ülnek, és akkor azon filoznak, hogy mm, akkor, akkor de jó lenne egy világ, ahol mindenki egyenlő, és ahol, ahol mindenki egyformán csóró? Nem tudom, nem értem. Úgyhogy, ha valaki tudja erre a megoldást, az kérem írja meg kommentben. Megint csak ez a videó, ez arról szól, hogy itt egy könyv, amit nem bírok megérteni. Nem értem a létjogosultságát. Na, köszönöm szépen, hogy megnézted. Ez hosszabb lett, mint ahogy terveztem. Én, én igazából egy percet akartam erről beszélni, de belehergeltem magam valamibe, amiben nem kellett volna, mert most van egy hosszú videó. Na, menjünk, csácsa!